Három évi tapasztalattal s a jövendőbe vetett reménnyel mentem az új helyre. De nem nagy kedvel. Fél eszem és fél szívem még mindig a gimnázium felé vágyakozott. Nem akarta se az eszem, se a szívem elhinni, hogy én előttem az iskola mindörökre bezárult. Cókmókomban ott volt a Petőfi kötet és a Tolsztoj pénzátka. Ezek álltak jót a szellemiekért. Az anyagiakért pedig a kilenc bárány. Az első nap azzal telt el, hogy forma és szokás szerint az új gazdám átolvasta nekem a birkáit, mert arról nekem felelni kellett. Volt nekem is, mondom, kilenc. Ha a gazdáméból ne talán elveszett volna, azt nekem meg kellett fizetnem. Itt már számolni és felelni kellett a rám bízott jószágért. Elismerem, hogy ez tetszett nekem, mert ebből látszott, hogy most már nem éppen olyan senki vagyok, akit úgy hánynak vetnek csak, mint jelentéktelen kapcarungyot. Az új gazdám felesége és az édesanyja végig mustráltak. Mintha a szalontai Salamon zsidótól gyolcsot kértek volna megtekintés véget, s nyilván nem sok reményt fűztek hozzám, mert sok lekicsinlést láttam a tekintetükben. A szájukat is nagyon biggyezgették, s elkezdték előttem égig magasztalni az elődömet, hogy az milyen erős nagy fiú volt, s milyen ügyes, hogy a világért se engedték volna el, hogy ők akarták kiházasítani, csak hát így, csak hát úgy. Az már olyan meglett ember volt, ők nem tudtak neki nagyobb fizetést adni, s azért volt kénytelen őket otthagyni. A gazdám szinte belepirult a nagy dicséret hallatába, mert megsejtette, hogy én kitaláltam azt, hogy miért dicsérik előttem agyon az elődömet. Mondta is az asszonynak, na-na, majd megnő Pista is, hát hiszen Amannál sokkal fiatalabb. Az ügyességét meg majd meglátjuk. Hozzám fordult. Hogy itek két évig szolgáltál Kerekinél? Igen, én. Két évig, mondtam neki. Na, aki ott addig kibírta, jó ajánló levél. Nálam az hatig bírja ki. Ez volt a bemutatkozás. Este már ügyesen megetettem a disznókat, megitattam a lovakat. A vacsoránál már azután érdeklődtem, hogy mit, miképp szoktak csinálni, mert alkalmazkodni akartam a szokásokhoz. A beszédemből észrevették, hogy van jártasságom elég rendesen a cselédi teendők körül. Amikor meg elmondtam nekik, hogy én pincerétel nem csak pásztorkodtam ám, hanem arattam, szántottam, pelenkát mostam, fuvarozni jártam, egészen fölvidultak. Én ügyesen úgy vezettem a beszéd fonalát, hogy megláthassák belőle, mire használhatnak. A két asszony szívélyes volt hozzám, de én azért észrevettem a ravasságukat is. A fiatal asszony gondolkodásmódja pedig teljesen megismerhettem már akkor este, mert amikor indultam kifelé aludni, azt mondta, mint egy felvilágosításul. Aztán tudd meg, megmondom, nálunk az a szokás, hogy cselédnek kutyának kinn a helye. S nézett rám győzelmesen, mert ezzel azt hitte, hogy valami újat mond. Bizony nem mondott, mert én már azt akkor jobban tudtam, mint Balog úr lacikája a leckéit. De meg nem is törődtem már az ilyen kicsiségekkel. Sértődni, meg éppen nem sértődtem meg miatta. Az, hogy a cselédnek és a kutyának kindukál tartózkodni, nem izgatott. Örültem annak, hogy új helyem és új gazdám van, s örültem annak, hogy jó napsütéses ősz köszöntött be. A tallókon sokáig virítottak a virágok,
s a gyep új növekedésnek indult, mintha tavasz lett volna. Sokszor órák hosszat álltam egy helyben, ha kint pásztorítottam, s bámultam a ragyogó őszt, az úszó ökörnyálat. Azon az őszön jöttem rá arra, hogy a csendnek tulajdonképpen ezerféle hangja van, amit a fül meg nem hallhat. Az ilyen hangokat csak a szív foghatja fel, az ilyen hangok csak az idegen között harangoznak a nagy, őszi virágzások idején. Akkor jöttem rá arra is, hogy nem csak végtelen csend van a magyar tájon, hanem végtelen egyhangúság is. A termő tiszta világ árvasága. Azon az őszön tudtam meg, hogy nem vagyok egyedül, hisz rokon az egész árvatáj, népével, kucorgó, lassan avasodó szalmabogjáival együtt, hogy tulajdonképpen azért vagyok olyan elhagyott, mert törvényszerűen és végzetesen hozzátartozom a tájhoz, az benne van a húsomban, a véremben, s én még ott kavargok, ha fú a szél, vagy ott hallgatok, ha nő a nyár, az ő millió por szemében. A tudatom még nem nyílott ki annyira, hogy az eszem ezt világosan felfoghatta volna, de az ösztöneimben, mint valami nagy kiáltás, ott zúgott ez a megérzés egyre tisztábban és egyre jobban. Sokszor olyan szánakozás fogott el, hogy sírtam, s utána mindig elszégyeltem magam. Szinte azt mondhatnám, hogy elpirultam a talló virágok előtt. Volt rá eset, hogy úgy éreztem, mintha a táj ezer és ezer szemmel leskelődne rám, hogy a kint kucorgó bogjáknak szájuk és fülük van, hogy minden léptennyomon rám szólhassanak, vagy kihallgathassák magányos beszédeimet. Mert az is megtörtént, hogy kérdéseket tettek fel, és én felelgettem. Én magam is olyan félbolond állapotnak tartottam ezt, de nem tudtam menekülni tőle. Néha úgy belefáradtam az ilyen dolgokba, mintha egy nagy útról érkeztem volna meg, valami bizonytalan céllal, amit nem tudok se megfejteni, se megérteni egészen, pedig akarom. Minden nap újra és újra akarom. Így teltek a napok. Lassan eltüdeneztek a tallóvirágok, és eljött a késő ősz. Most már jobb volt ám a sorsom, mint annak előtte, mert nem mezítláb jártam. Ruhám is rendesen volt, mint addig. Az új gazdám ilyen tekintetben is jobb volt, mint a régi. Nem szerette, ha rongyos voltam, megfoltoztatta a ruháimat, sőt, gondolt arra is, hogy rendes, tűrhető fekhelyem legyen az istállóban. Ő maga készítette el, négy erős karót vert a földbe, arra deszkát szegezett, azon háltam. Igaz, neki jobb tanyakészsége volt, mint a régi gazdámnak. Nagy istálló, lepallásolva, tisztán kimeszelve. Úgy éreztem magam benne, a régihez viszonyítva, mint amikor egy nagyon elhanyagolt testű ember egy szép, nagy folyóban megmosakodik. Még az is hozzátartozott az örömhöz, hogy az új gazdám házában könyveket láttam a kaszli tetején. Aztán az is, hogyha bementem szalontára, mindig hoztak magukkal újságot. Ez nekem rendkívül nagy élmény volt. Jöhetett a tél most már, bátran és bizakodva vártam. És az el is jött. Mit bántam én? A jó langyos istállóban nem tudott velem úgy se kijátszani. Az új gazdámnál az az első tél azért is emlékezetes nekem, mert azon a télen nagy változás állott be az életemben. Ha jól emlékszem,
Valahová Olá homrok tájára mentünk fáért. Az idő nem volt fagyos, hó is csak kevés esett úgy, hogy szánnal nem lehetett menni, csak kocsival. Azzal azonban csak lassan tudtunk haladni, ránk esteledett, s ott a kis Olá faluban, homrogon háltunk a gazdám nagynényénél, aki papírvirágokat készített, a tarkavirágos kis kerek ábrázatú olájányoknak, s abból él csendesen, özvegyen és magányosan. Egyszerű parasztasszony volt, s a szombatos szektának volt a híve. Akkor este olyan dolgokat tudtam meg az életről, halálról, lélekről, és az isteni törvény csodálatos titkairól, hogy minden idegszálam égni kezdett határtalan izgalmamban. Nem csak úgy beszélt Jézusról, ez az egyszerű parasztasszony, mint ahogy az iskolában tanította nekem pár okos tanítóm, hanem egészen másképpen is. Úgy, mint emberről. A harcos és bátor Krisztust ismertette, akit ha ma élne, nem csak a zsidók, hanem bizony keresztények is megfeszítenének, mert nem bírnák el, s nem tűrnék az igazságait. Megtudtam tőle akkor este, hogy az isteni titok nagyon hasonlatos valamihez, amit az emberek közt tapasztalunk. Például a művészet és az irodalom terén. A teremtő és az alkotó művésznek ugyanis mindig vannak dilettáns utánzói. A kontárok, kik magukból semmit se adhatnak, de mivel megbűvöli őket a teremtő művész alkotásának a nagyszerűsége, utána éreznek. Lopnak innen is, lopnak onnan is, hogy elhitessék a világgal, hogy az ő hamis dolguk az elsőrendű. Ezek a dilettánsok ravaszok, ügyesek, színészkedők, élelmesek, törtetők, kétszínűek, sunyik, alászkodók. És mindahogy az isteni dolgok eseteiben van a sátánival szemben, legtöbbször győzedelmeskednek is. Tudnélik, a sátáni ravasság is látszólag mindig győzedelmes az isteni természet a zsenialitás fölött. Isten a megfoghatatlan alkotó, a sátán meg a kontár, a dilettáns. És ez az iszonyú kontár úgy tünteti fel magát az arra könnyen kapható ember előtt, mintha Isten volna. Idézett és rámutatott emberi esetekre. Nagy költőket emlegetett és nagy művészeket, akik a maguk korában szinte mindig éhezve, rongyosan, szegényen és félőrülten hultak sírba, míg a velük egykorú dilettánsok bőségek és győzelmek közepette éltek. Úgy hallgattam és úgy ittam a szavait, mint porrá szikkadt föld az esőt. Aztán nagyon jól esett nekem, hogy rólam, a hozzá idegen gyerekről is úgy gondoskodott, mintha a saját fia lettem volna. Ágyat vetett nekem, és levetkőztetett, mintha csak az édesanyám lenne. Szinte nem akartam hinni, hogy ilyesmi is megtörténhetik, hisz idáig engem, az édesanyámon kívül mindenki csak gúnyolt, pofozott és üldözött, mint pénzen vásárolt rabszolgát. Ha gyűlöl bennetek a világ az én nevemért, tudjátok meg, hogy engem gyűlölt elébb, idézte a szegény hívő asszony. Ha tudta, hogy micsoda szenvedést kavar fel bennem, talán nem is idézte volna ezt a pár jézusi mondatot. De nem tudta. Én sem mondtam neki semmit. A szobámba lámpa duruzsolt csak, csend volt, s a jó meleg helyen jól elaludtam. Azóta sokszor gondolok arra az egyszerű, szent életű parasztasszonyra. Azt hiszem, a vele való találkozásom épp olyan nagy élményem volt, mint a Petőfi kötet.
vagy mint a Tolsztoj könyv, vagy talán még nagyobb. Az előszobában zsongó ember szeretetnél nincs hatalmasabb a világon, kivált, ha az ember 15 éves, és akkorára annyiszor éhezett, és annyi méltatlan ütést és pofont kapott, mint én. A homrogi élmény otthon a tanyán se hamvadott el bennem, hanem nőttön nőtt, napról napra. A tehén is a két ló mellett az istálló éjjeli langyosságában sokszor hajnalig nem hunytam le a szemem. Meg kellett fejtenem egy rejtét, ami önmagam voltam, hogy mi is vagyok hát én a világon, hogy mit is akarok én, s hogy mit is cselekedek ezután én, aki lemaradtam a sorsommal és az életemmel a szerencsések kocsijáról. Az ilyen éjszakákon kétségbe esve jöttem rá, hogy immár kiestem abból a korból, amikben még a tanyák mélységéből visszafordulhatnék, s a könyvekkel a hónom alatt én is megkezdhetném, amire annyira vágyódom. Rájöttem, hogy már nincs remény is, hogy nem vagyok más, mint a Barabás Ferenc cserédje, akit befogtak a taposó malomba, s ezután forgok és darálok, és újra csak forgok és darálok az évek egyhangú egyformaságában végig, amíg csak el nem kopik az élet. Hiába suttogtam a deszka ágyon, hogy nem akarom, nem ezt akarom. A falak nem bíztattak, és nem bátorítottak, csak csend volt, s a tehén szuszogott, vagy kint a nagykutya a hütyű böffentett bele a tájba, ha felázott az oldala és vackot változtatott. S hogy mit is akarok én, arra is rájöttem. Azt akartam csak, hogy ki ne hunjon bennem a remény, hanem táplálja bennem a majdani szárnyra kelés édességét. Eltökéltem, és hittem benne, hogy eljön az idő, amikor elérem a szerencsések kocsiját. És azt is tudtam, hogy mit kell cselekednem. Tudtam, hogy fegyvert kell szereznem, amivel csatározhassak. Rávetettem magam a Bibliára, a Tolsztoj könyvre, a Petőfi kötetre, és figyeltem a mondatokat, a kettős pont és pontos vessző használatát. Aztán hozzáfogtam, és fél éjszakákon át írtam. Leírtam a körülöttem történő dolgokat. De hogy nem volt, akinek megmutassam, bizonytalan voltam az írás jelek használatával. Eldobtam, és újraírtam. Leírtam 10-szer, leírtam 50-szer, és csak verejtékeztem, és nem tudtam, mit évő legyek. Bizony. Majd csak 10 év múlva jöttem rá, hogy tulajdonképpen, aki ír, mindenki maga formál ki magának helyes írást, mert mindenki másképp fogalmaz, másképp gondolkozik, és ebből alakul ki az írás formája. Nappal végeztem a dolgomat, etettem a birkákat, lovakat, disznókat, hordtam be a fűtenivalót, vágtam fát, ügyeltem, hogy a konyhán a vizes kanta ki ne ürüljön, rendbe tartottam a takarmányt, hogy a tyúkok szét ne kaparják, kihordtam a ganét, este tengerit morzsoltam, tollat fosztottam, s utána, kinn az istálóban, mécs mellett, újra a könyvek, és újra az írás. Karácsony körül homrogról előjött a gazdámék rokona, a szombatos hívőasszony, s a 4-5 napig, amíg ott volt, sokat beszélt az élet és a lélek rejtelmeiről. Egy délutáni etetésen kijött hozzám a deszka színbe, ahol a birkák voltak, és szeretgette ott a szelid jószágokat. Elmondtam neki, hogy milyen fegyvert akarok én magamnak szerezni, s hogy a fegyvert mire akarom használni.
kértem, hogy igazítson útba engem, mert nincs körülöttem olyan ember mást, akitől ilyesmit kérhetnék. Azt mondta, hogy ha ideje volna rá, velem tanulna és segítene. De mivel nincs rá mód, csak azt mondhatja, ha hitem van és akaratom van, a sziklákat is a tengerbe küldhetem. Elmondott egy esetet. Volt egy hívőjány, nagy hitű, akit éríteni járt. Abba telt el az élete. Egy keveset tudott olául is. Egyszer valahol Görbed vidékéné tanyán názarénus oláok gyűltek össze este. Görbeden tartózkodott akkor az a jány is, s ő is kiment a tanyára az összejövetelre, s ott elkezdte ostromolni a názarénusokat, hogy miért nem térnek az igaz hitre. Mármint a szombatosokéra. A vallás vita hevében többek között arról is szólott, hogy a világ bármelyik nyelvén megszólalhat, írhat és olvashat az, aki Jézus igazi útját követi. Erre gondoltak egyet az oláok, voltak köztük, meg nem mártózkodottak is, a szent lányt körül kapták, s átvitték egy másik tanyára, hogy na hát, ha az ő hite igazabb, mutassa meg. Ott, ahova mentek, a tanyán volt egy örjöngő ember, kit a családja, az ágyban lekötözve tartott, mert másképp mindenkit legyilkolt volna. Bevitték a lányt a szobába az örjöngő embernek, feloldozták a két kezét, hogy folytani tudjon. Tudták, hogy a jány még beszélni is rosszul tud az ő nyelvükön, olvasni meg egyáltalán semmit. Elővették tehát az olányelven írott Bibliát, kezébe adták, s kényszerítették, hogy üljön le az őrült ember ágya szélire, s olvasson föl az olányelvű Bibliából. Ha nem tud olvasni, az őrült ember kénye kedvire hagyják ott, hogy szorítsa ki belőle a lelket. És a lány leült az ágy szélére, s ott, ahol felnyitották neki a Bibliát, az idegen betűket csengő hangon elkezdte olvasni. Az őrült pedig felnyúlt az ágyból a lány fejére, és szelíden és lassan simogatta, amíg az olvasott. Ezzel a történettel magyarázta meg nékem a hívőasszony, hogy semmi se lehetetlen. Aztán azt is mondta, ha valamire születtem, még ha menekülnék is attól, úgy se kerülhetem el. Én pedig dehogy akartam menekülni a nekem rendelt sorstól, sőt, minden erőmmel azt akartam, hogy benne legyek az áradatában. Csak azt nem tudtam még, hogy mire is születtem. Bolond és keserű dolog volt bizony az én ügyem. Ahogy hozzáállott tőlünk a szelíd asszony, a gazdám anyja, elkezdett engem pocskondiázni, hogy ki vagyok én? Miért játszom én a nagyok dolgát? Miért állok én szóba élelmedett cselédekkel? Hogy tám még okosabbnak tartom magam ő náluknál is? Azt meg a fiatal asszony mondta, hogy ha ezután hozzájuk jön valaki, ne próbáljak meg vele szóba állni. Ha beszélgetni akarok, hívjam ki valamelyik nagynénémet, ha van, kotyogjak avval. A gazdám csak hallgatta az asszonyok ripakodását, de nem szólt se jót, se rosszat. A két gazdasszonyom felháborodásából tudtam meg, hogy a homrogi szombatos asszony beszélt a gazdámékkal rólam, hogy mit, azt nem tudtam meg soha. Jóval később annyit tudtam csak meg, hogy nagyon a figyelmükbe ajánlott. Az öreg gazda asszony kíváncsiskodott is többször, hogy vajon mit láthatott bennem az ő homrogi ángya. Ám hiába. Én hallgatag maradtam. Nem tudtam neki mit mondani.
Többször észrevettem, hogy az istállóba bebeleselkednek utánam, ő is, a fiatalasszony is. Így tudták meg, hogy olvasok. Fogták magukat, s azután csak annyi olajat vagy petróleumot töltöttek a mécsesbe, ami este és hajnalba futott a pislákolni. Elszomorított nagyon a dolog, hogy íme én ezeknek a helyükbe hordok vizet, tüzelőt, gondozom a jószágukat. Még a tyúkot is én nézem meg, melyik a tojós, s ők ezzel szemben még azt a kevés kis világbelit is sajnálják, ami mellett vakoskodhatok a könyvek és írások fölött. Azért segítettem én a bajomon. Egy este elkéreckedtem, hogy hazamegyek, megnézem az otthoniakat, s kora hajnalban, mikor mentem kifelé, egy literes üveg petróleum szagosította és húzta félre a zsebemet. Azon túl éjszaka mindig beraktam az istálló kicsi ablakát, szalmás ganéval, hogy ne világítson ki a mécs fény. S az így lefüggönyözött istállóban éjjel főiskolát tartottam magamnak, örökké elégtelen osztályzattal. Arra is rájött a két barabásné. Akkor azt mondták, ha megszégyenítem őket, s külön hordok petróleumot az ő tanyájukba, megitatják velem. Mit mond a világ, ha megtudja, hogy az ő cselédjük a maga pénzén veszi a világ bélit? Hagyjak fel az ilyesmivel, ne szégyenítsem őket. S hogy valamiképpen elvadítsanak az éjszakai olvasástól, azzal kezdtek gúnyolni, hogy hívő akarok lenni, sőt, szalontán is így állították be anyám előtt a dolgot. Avval ijeszgették szegényt, hogy lassanként megbutulok. Február végén ellettek a birkák. Egész éjszaka nagy lánggal lobogott a mécs. Ha kellett, akkor kettő is. Volt petróleum bőven. A gazdáméknak úgy volt jó, ha egész éjszaka ébren maradtam és rendeztem a frissen ellett bárányok sorsát. Kinéztek azok hozzám éjfél előtt, éjfélkor, éjfél után, mikor hogy? Engem mindig ébren találtak. Bezzeg aztán nem csúfoltak hívőnek. Sőt, maga a fiatal gazdaasszony szerzett nekem históriákat, hogy csak olvasgassak, legyek éber. Azt hiszem, nagyon megbotránkoztak volna, ha sötéten találják néha az istállót, engem pedig alva. Ugye, ugye? Hogy ez is milyen romantikus? Kedves kis madárvédő tanár úr, ott Debrecenben. Egy szóval, Barabáségnál az első télen a birkák segítettek nekem, hogy nappali munkám után minden dorgálás és megróvás nélkül éjjel folytathassam a törvénytelen algimnáziumot tanár úr Tolsztoj és Petőfi és professzor Jézus úr kezei és vezetése alatt. Tantárgy az irodalom volt, s a nagyvilág, s ami ég és föld közé beszorult titok és valóság, imádság és forradalom, hó és fagy, gazda asszonyaim váltakozó gusztusa, s mindaz, amit szemmel a térben láttam, és mindaz, amit a tér mögött ésszel fölfoghattam. Mire befejeződött a birka ellés, szinte eresztékeiben lazult meg, s hullott szét a szigorú tél. Egy hét múltán már mindenfelé gőzöltek a szántóföldek és lapos, piros, fekete pettyes, katanéni bogarak búgtak elő az istálló tövében. A tyúkok rohamosan tojni kezdtek, s a gödör jege fölött összegyűlt hólé kéklő habjában a két totya gácsír, piros csőrrel és piros lábbal udvarolgatott a kilenc tojónak. Hova tovább eljött az is, hogy a zsendülő gyepre kihajtottam a birkákat. Természetesen elébb elvégeztem a benti dolgokat, és befogtam a lovakat az ekébe, vagy baronába, mikor hogy parancsolta a gazdám,
és déli takarmányt is készítettem elő, a tehént tőgyig lemostam, bezsíroztam, a libakotlókat megetettem és visszateregettem őket a fészükükre. Én tudtam, hol a kenőcs, az ekekulcs, a moslék, lapickafája, az esztike, a kerékszeg, a hámvarróár, a pótyeplő, a fűrész, a fahenger vaspántja, a vetőzsák, az éles vas, a disznó ol ajtó riglifája. Ó, én mindent tudtam. Csak azt nem, hogy miért kerek a zsemje. A gyepen aztán tovább folytattam törvénytelen algimnáziumomat. Szemléltető tantárgyak voltak a libavirág, a vadjácintus, a felhő, ahogy elballag a napiránt a földön, ahogy feketén rohan az árnyéka, asszonyok messze, hogy a krumplit fészkelik, vagy szedik a kórótövet, a kisbárányok, ahogy egy kopott árokparton pattognak, térdre esnek, rohannak, ahogy egy baronáló ember rövidre fogja a gyeplőt, és ostorral vágja a két lovát, és az én két csizmám a lyukaival, a foltjaival, ahogy feslet rajtuk a talp, és sárgán vigyorog ki belőle a faszeg. Bizony, az én törvénytelen algimnáziumomnak a folyósóján ilyen szemléltető képek voltak, nem krokodilok, nem vajk keresztelése, vagy második Lajos halála a Cselepatakban. Megtettem azt is, hogy amit láttam magam körül, hangosan elkezdtem róla beszélni, és elképzeltem, hogy én miként írnám le. És azt is megfigyeltem, hogyha a szél fú és zúg a fa, milyen hangot ad, vagy a száraz kóró, vagy a tippanszál kalapomnál a madártól, észrevettem, hogy az öreg gazda asszony, ha énekel, mint a láncszem a látszemben, úgy kapcsolódik egymásba a hangjas, ha beszél, akár ő, akár más, azt el lehet dalolni is. És ezt a sok képet, hangot úgy nyeltem és temettem bele magamba, mint esőcseppet a tenger. És eljött május elseje, az algimnáziumot bezártam. Jézus professzort és Tolsztoj Petőfi tanár urakat, a deszka ágyam fő aljába tettem nyaralni, a rossz kabátommal letakartam őket, és elindultam újabb iskolába. A gazdám ugyanis egy takaros, piros kaszanyelet vett nekem, volt egy kopott régi kis kaszája, azt ráreszelte, s azt mondta, itt az ideje, menjünk lucernát vágni.